Szervusztok, gyerekek! Olyan mesét mondok most nektek, amelyet emberfia még nem hallott. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy karácsony. Ebugatta karácsony. A főszereplő ugyanis 9 kóbor kutya. A mese címe 9 kutya karácsonya. Kezdjük a történetet 2 kutyával. Szegény, gazdátlan állatok étlen szomjan kóboroltak a kihalt téli utcákon. Akkor még nem tudták, hogy hamarosan megváltozik az életük. Nem tudnál sietni, foltos? Gyorsabban nem megy. Macsihó gombóc! Az ördögbe az ünnepekkel. Karácsonyi pulyka, sonka, mi egymás. Nekem meg csak a munka, semmi más. Tolvaj, rabló, segítség, rendőr! Na, megálljatok! Ezt még megkeserülitek! Mi? Egy csapat kóbor kutya? A kutya fáját, nem vagyok jótékonysági intézmény! Várj meg, hógombóc! A nyomomban, gyere! Ha még egyszer meglátlak benneteket, bizisten nem állok jót magamért! Rucsnyakarcsak! Neked is boldog karácsonyt, haver! Hú, sikerült megúsznunk, ugye, haver? Szerencsére eddig még mindent sikerült megúsznunk. Hú, ez aztán az élet nem semmi. Nézd, meleg otthon, puha vacok. Naponta 2-szer kaja. Hú-hú. Vigyázz, mit kívánsz, foltos. Talán a gazdája egy gyerek, szörnyű lehet. Mindig akkor akar játszani veled, amikor épp békés szúnyókálásra vágysz. Van rosszabb is az életben, mint a bolha csípés. Elégedj meg azzal, amit van. Hiszen elégedett vagyok. Tényleg, én nem panaszkodom, csak a gyomrom korog. Nincs otthonunk, de szabadok vagyunk. Igen, most következik a változás. Tulajdonképpen itt kezdődik a mese. Hol vagyunk, hógombóc? Együtt vagyunk, foltos, ez a lényeg. Együtt is, kutya, hideg van, nem tetszik ez a hely. Nyugi, nyugi. Szólja, felébredtem. Meg, gyere elő, ha mersz. Barátok, Isten hozott Pierre utazó cirkuszában. Mi? Én megszökem innen, az biztos. Velem jöhettek ti is. Hogy? Ne lépjünk fel többé. Nem rossz itt, ha megszokjátok. Naponta 2-szer kapunk enni, de 1-szer biztos. Kutya, jó életünk van. Tapossa gázra, újabb fellépés van ránk. A mesében így lett tehát 2 kutyából 8 kutya. Kutya! Nem, kicsim, gyere, menjünk! A Mikulás hozhatna egy ilyen kutyát. Szerinted hoz? Megkérjem rá? Na hát, ha gondolod, kicsim, elvégre mindjárt karácsony van. Mozgás! Gyorsabban, gyorsabban! Már csak 48 óránk van, hogy megtöltsük a Mikulás szárnyát. Ó, majdnem elfelejtettem. A cselekmény egy másik száron is fut, amely a mesének fontos része. Hegyezzétek a fületeket. Figyeljetek, a Mikulásnak pontosan kell elindulnia, és nem is fog elkésni, amíg én vagyok itt a főnök. Világos? Világos, manó főnök! Akkor mozgás, mozgás, mozgás!
minden gyerek tudja, hogy varázslat ünnep vár. Karácsony táján minden gyerek tudja azt, hogy ajándék készül már. Északi sarkon egy játékgyár, meglepetések tátod a szád, minden játék csak rád vár. Karácsony táján. Karácsony táján minden manó tudja, az idő most meg nem áll. Karácsony táján iparkodjunk hát gyorsabban, igyekezni manó nép. Gyorsan repcsi kész, vonat kész, nyugi, nyugi, semmi vész. Kell itt az ész. Gyorsan maci kész, kis szék kész, színes szalag, közsdát, csak így lesz szép. Hintaló, dominó, űrhajó, csuda jó. Karácsony táján. Hatékonyabban is dolgozhattok. Ne lustálkodjatok. Estére... Sokba fog kerülni. Biztos Ágnes Anna volt. A manófáját! Hogy fordulhat ilyesmi elő? Csak próbáltam elemet tenni a játékba, elnézést kérek. Első számú szabály? Az elem nem tartozik manófőnek. Jól jegyezd meg, Ágnes Anna. Csillagjon, villagjon! Manófőnök elvárja a tökéletes munkát. Igenis, uram. A csodába! Megint nyitott ablaknál aludtatok? Csodája! Szörnyű istállószag van! Mert ez egy istálló! Ó, te is megfáztál! Hűha! Nem tetszik ez nekem! Olyan piros az orrotok, hogy szinte világít a sötétben! Aha, igen, igen. Nagyon jó. Kiváló, kiváló. Csak így tovább. Kiváló, kiváló. Megjavítom, uram. Megpróbálom. Csak tedd be egy dobozba, és írd rá javításra szoruló játék. Na hát, jó kedvében van. Manó főnök! Vigyázz, vigyázz! Húha! Minden rendben van, helyettes? Igenis, vagyis nem uram. Mi? Nem jó hír, úgy sajnálom. De a részszarvasok, tudja, uram, azt hiszem, megfáztak. Sajnos, ez van, uram. Jaj, ne mondd, hogy északi sarki nátha. Jól van, nem mondom, mégis az. Jaj, ne. Ez nem fordulhat elő, amíg én vagyok a főnök. De. A számból vette ki a szót. Nézd csak meg az orrukat. Nem? Nagy baj van. Várjunk csak. Rosszabb is történt már. És megoldottam. Milyen jó tulajdonságom van? Tudom, elhivatott vagyok. Most mihez kezdünk, uram? Rénszarvast keresünk. Nem ők az egyedüli repülő rénszarvasok. De hol? Mikor, uram? Nincs rá időnk. Megoldom. Te törődj a játékokkal. Segédre van szükségem. Egy tucatra vagy kettőre. A legjobbakra. Elviszem őket. Így is kevés a jó manó szakember. Több részlegünk pótmunkaerővel dolgozik. Mindenkire szükség van. Mindenkire, csak rá nem. Ágnes Anna, áthelyezünk. De,
Te hová? Rénszarvas kutató leszel. Velem jössz! Hó, gombóc, sédülök ezen a kátyús úton. Kutyául érzem magam. Még nem szoktatok hozzá. De ami késik, nem múlik. Ismerkedjünk meg. Én szakál vagyok. Hó, gombóc, ő itt foltos. Igazán örülök. Ő itt füles. Ő csábos csahos. A bunyós ebb neve Boxos, ő meg piros fül. Szakál, figyelj, szakál! Az ő neve neve sincs. Mikor megyünk haza? Mikor indulunk, szakál? Mikor megyünk haza? Mikor, ha? Nyugalom, hamarosan. Eljátsszuk, hogy van hova hazamennünk. Remlítél! Hogy mivel a jobb mancsoddal, te? Haza! Na, mi a manó folyik itt? Pierre bemutatóra készül. Vadi új számmal lépünk fel. Tüzes halálugrás. Ez jól hangzik. Nézzük meg, hógombóc. Látni akarom a tüzes halálugrást. Látni fogod. Még egy kutya sem élte túl. És mindig az új kutyákkal csináltatják. És azok? Hé, ti vagytok. Befejezem a bolhás kutya számokat, Frankie. Meglátod, nyereségesebb üzletet kezdek. Ez a korcsok miatt van. Las Vegasba megyek, és halálra fogom nyerni magam, meglátod. Na gyere csak, kiütök bárkit. Egy balegyenes, egy jobbos. Hol találunk rénszarvast, Manó főnök? Egyszerű, Ágnes Anna. Megmondom, nincs más dolgunk. Csak hogy bemenjünk oda. Rendőrség. Ha-ho! Uram! Kérem, uram! Ha-ho! Telefonon beszélek! Ki van ott? És hol van? Itt vagyok. Sziasztok, gyerekek! Mi? Manó vagyok! Semmi baj. Megmondaná, hol találunk rénszarvast? Az északi sarkon kölyök. De mind beteg. Úgy érted, a Mikulásnak nincs rénszarvasa az idén? Pontosan. Te viccelsz velem, kölyök! Eszem ágában sincs. Akkor hogy hoz a gyerekeknek játékot? Nem hoz, ha csak nem találunk rénszarvast. Böngészd át az apró hirdetéseket! Igen, 9 rénszarvas. Tehát van? Csak 8? 8 is megteszi. Ó, és tudnak repülni? Halló? 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 Hogy találunk rénszarvast ilyen óriási helyen? Hogy? Megmondom. Jól jegyezd meg. Fő a türelem. Itt az idő. Gyere, induljunk már is. Aha. Új munkák kapsz, mi a baj? Szóval igyekezz, mert lemaradsz. Csak egy nagy sóhaj. Nyugi, nem lesz baj. Nem? Nem. Mert mi a fő? A türelem. A türelem? Csak a türelem. Hogyha tűvé teszem mindent, könnyedén még aranyat is lelhetsz. Merre, balra, jobbra? Igen. Ha kitartóan küzdesz, nincs szabály. Bármit megtehetsz. Jelszavunk az elszántság. Mert mi a fő? A türelem. A türelem? A türelem. Mondd velem, a türelem, a türelem. Ne feledd, hogy fő itt a türelem. A türelem, a türelem. Ne feledd, hogy fő itt a türelem. Dolgozol éjjel és nappal, úgy fáradt vagy már. De nincs szünet addig, amíg a munka vár rád. Soha nem lehetsz fáradt, hiszen fontos a cél. Ha elszállt éberlégy, csupa jó dolgot tégy. Fő a türelem, a türelem, a türelem. És álmodj csodát, holnap talán minden gondod elszáll, mindent megtalálsz. Álmodj csodát, holnap talán minden gondod elszáll, mindent megtalálsz. Ne feledd, hogy fő itt a türelem. A türelem. A türelem. Mi áll a hirdetésben? Lássuk csak. 7 aranyha, 2 malac, tyúkok és egy kis madár a fán. De rénszarvas egy darab se. Nem hagyom cserben a Mikulást.
Tudom, mit beszélnek a hátam mögött, hogy vonuljak már nyugdíjba. Hogy ideje lenne fogasra akasztani a Manó ruhát, azt már nem. Megmutatom nekik, még tudok dolgozni. A szemüvegem! Nem látok, nem látok! Megvan! Mi volt az? Ugye nem a szemüvegem volt? Ó, jaj nekem! Hölgyeim és uraim, kicsik és nagyok! Isten hozta önöket Pierre cirkuszában! Ma este a cirkusz történetében először bemutatjuk a fantasztikus tízes halálugrást! Ti jöttek, srácok? Én ugyan nem ugrom se tűzbe, se halálba. Ó, Pierre meggyőző tud lenni, ha nem akarsz valamit. Szóval, ki lesz az a szerencsés, aki felveszi ezt a tündi-bündi cuccot? Hé, húzd el a csíkot, Frankie! Te jössz! Légy óvatos, kérlek. Jaj! Pierre Laronde remek cirkuszigazgató, de nem kimondottan a kutyák barátja. Most jön a tüzes halálugrás! Nyomás, ugorj! Szegénység, szegényke! Azt mondtam, ugorj! Azt mondtam, ugorj! Nem hallottad? Ugorj! Vigyázz a füledre! Segítség! Nem szégyelled magad? Tönkre akarsz tenni? Nem semmi volt, haver. Hölgyeim és uraim, kicsik és nagyok, mást is tudok mutatni. Hát, ez meg mi? Pierre elolvasod, Ágnes Anna? Igen, szívesen, de nem tudok olvasni. Hölgyem! Elolvasná? Persze, Rond, de én sem látok jól. Ron, R betű, N betű, Ern, rénszarvas! Oh, köszönöm! Szívesen, kismanó. Hányan vannak? Hát, nem tudom. 8 Helyes! De nem biztos, hogy rénszarvasok, én... Persze, hogy azok, vagyis remélem. Kisebbek és más színűek, de én mondom, jó pofa állatok, elmennek rénszarvasnak. Ha Manó főnök mondja, akkor tényleg rénszarvasok. Gyere! Megmentjük a Mikulást! Háó, van itt valaki? Vészhelyzetben vagyunk, kislány. Mondjuk úgy, csak kölcsön veszük őket. A tulaj meg fogja érteni. Majd a Mikulás megmagyarázza. Figyelj, Frankie! Találnunk kell néhány lükét, hogy is mondja ki a nézőit. Ne zavarj most, csak a dolgom! Hey, Frankie! Az én kocsim megállni tolvaj! Hazamegyünk, szakál, hazamegyünk, haza! Nem mernék mérget venni rá. Új úton megyünk. Nyolc kutya sorsára vár, múlt merre vezet az út. Egyik menő, de maradt hét kutya sorsára vár. Kedves idegen, kölcsön vettük a rénszarvasokat, a Mikulásnak visszük az északi sarkra, köszönettel a balók. Micsoda? Vissza kell szereznünk az átkozott kutyákat. Ilyen csodaszép tájon még sosem jártunk. Gyertek csak, jobb egyenes kiütés! Ne csináld, boxos! Harcolunk, ki ellen? Elkapjuk! Akárki is, az elkapjuk, nyugi! Mindenkit el akar kapni!
Szerintetek hová megyünk? Hazamegyünk! Hazamegyünk! Szegény pára! Sosem fogja fel, hogy ez az otthonunk! És a kocsi csak haladt-haladt ismeretlen tájak felé. Főhőseink még soha nem láttak ilyen meseszép vidéket. Manó főnök, biztos, hogy jó irányba megyünk? Ha én mondom biztos, az északi sark ott van a dombokon túl. Jó, hogy van tartalék szemüvegem, így nem a déli sarkon kötünk ki. Te miért vagy itt? Elszöktél? Kitettek? Hogy kerültél ide? Sosem volt igazi otthonom. Tudod, én meg hógombóc kóborkutyák vagyunk. Talán mindig is azok leszünk. De túléljük. Hógombóc kiúz minket a legnagyobb csávából is. Nekem volt otthonom. Egy szép ház, kandalló, hatalmas ágy, bíbor színű puha párnákkal. De a gazdik elköltöztek, nem vittek magukkal, hogy ne legyen velem gond. Hát nem volt szép tőlük. Lesz új otthonom. Egyszer. És neked is. Rád vár egy társ, bízhatsz benne. Szívébe zár, és ez oly jó. Mintha csupán szép álom lenne. És elég most pár jó szó. Rád vár egy társ, bízhatsz benne. Gyengéden karjába zár. Ó, álmod talán most valóra vált. Látod, mert rád vár. Rossz csont kölyköd, ma végre boldog, így együtt a kis család. Hidd el, hogy rád vár egy tár. Kötél? Ha? Lánc? Ha? Tűzkarika? Ha? Só és mustáros chips? Ha? Nekem lakat! Raktár. Ha a Mikulás részére rabolták el a kutyákat, akkor értékesebbek, mint gondoltam. De visszaszerzem őket, ne félj! Yeah! Még semmi? De, látok valamit. Manó főnök és Ágnes Anna, megjöttek, uram! Igen! Ha összefogunk, meg tudunk szökni. Nem gondoltuk, hogy időben ide ér, Manó főnök? Ha én egyszer megígérek valamit, az úgy is lesz. Háromra. Figyelem, nem egy. Egy. Nem kettő. Kettő. Nem három. Három. Otthon vagyunk már, otthon. Otthon, otthon. Ha?
Nem, nem rénszarvasok. Hogy lettek kutyák belőlük? Én rég el akartam mondani. Olyanok, mint a kutyák. Persze, hogy olyanok, mert azok! Nem kapják el a náthát, a rénszarvas náthát. Ezért jók a kutyák. Nyugi, manófőnök eszén nem lehet túljárni. Nem lehet. Manófőnök okos. Bizony nem. Nem is tudom, mit gondoljak, manófőnök. A legjobbat. Tudnak repülni? Micsoda kérdés? Tudnak-e repülni? Tudnak. Hát persze, hogy tudnak. Láttál már olyan kutyát, amelyik nem tud? Meg kell tanítani őket. Ötezer kilométert megtettünk, most már mindjárt ott vagyunk, Franky. Nyugi! Egy, két, há, négy. Tappancsokkal igazodni, repülésre felkészülni. Kutyaságot elfeledni, rénszarvassá kell most lenni, de fő a türelem! Legalább így megszabadulunk a bolháktól. Mindenkiből hógombóc lett. Rénszarvas, hogy messze száll, kutyák adda meg nem áll, húgatja, hogy veszettül, mi megyünk, mi keresztül. Tovább! Wow, wow! Tovább! Wow, wow! Hello, hello, hello! Mi ez a lagymatag puhaság itt? Pihe puha párna, boxos! Mire jó ez? Hé, mit látnak szemeim? Csak nem ropogtatni való csontok érkeztek. Ez egy dínó csontja. Mindenki azt kapja, amit megérdemel, ugye? Ahogy mondod! Gyorsabban, te lusta korcs! Egy aranyhal is lazán elhúzna ezt a kocsit. Természetesen nincs aranyhalam, de ezt nem kell tudnia. Mozgás! Mozgás! Pierre-t teljesen hatalmába kerítette a kapsiság. Ügyes vagyok! Persze, főnök, nagyon ügyes vagy. Nekem semmi közöm az egészhez. Pierre mindent pontosan eltervezett. Bízott a szerencséjében. Feljebb! Mondtam, hogy feljebb. A manók versenyt futottak az idővel. Minden perc számított. Már csak egy óránk maradt. Muszáj elkészülnünk, muszáj! Ez az! Kész is van! Ágnes, Anna, jöhetnek a rénszarv... rénkutyák! Ám ez idő alatt valami más is történt. Huh?
Gyere ide, de rögtön. Megyek! Ágnes Anna kiment a kutyákhoz, ám csak hűlt helyüket találta. Figyelem, kutyusok! Ágnes Anna! Nem! Gyerünk, te korcs! Gyorsabban! Szedd a lábad! Szerencsek fia vagyok! Las Vegasban taníthatnék is! Kezdett rendbe jönni az életünk. Erre ez történik. Nyugi, srácok! Mi meg Hógombóc még minden kutyaszorítóból kimásztunk. Igaz, Hógombóc? Igaz, foltos, igaz. Hova megyünk most, szakál? Hazamegyünk? Haza? Mit hibáztam el? Mit csináltam? Vagy mit nem? Túl kemény voltam velük? Van egy jó ötletem. Tanítsunk meg fókákat repülni. Menni fog? Vagy egesmedvét? Vagy rozmárt? Mit szól? Ágnes Anna, már késő. Ha fél óra múlva nem érünk a Mikuláshoz, nem tud elindulni. Nem hazudhatok neki tovább. Tudnia kell mindent. Megszakad a szívem. Az idén nem lesz karácsony. Egy manó életében nem lehet ennél rosszabb pillanat. Ám hirtelen valami megcsillant a hóban. Ágnes Anna felfigyelt rá. Ez meg mi? Nem a Mikulás csizmája. Nagy lábon él, de ennyire azért nem. Kutyanyomok! Jaj, ne! Elrabolták a kutyákat! Ide! Kutya! Kutya ide, kutya! Hello, kis kutyák! Kis kutyák! Kis kutyák! Nem szabad elfelejtenem Manó főnök szavait. Kitartás és fő a türelem! Megkeresem őket, ha addig élek is! Remélem nem eddig éltem!
Ja, szedd a lábad, te lusta korcs! Mit gondolsz, miért fizetlek? Nem fizetsz egy fillért se, és te vagy a lusta, meg hálátlan kapsi pénzsóvárom. Ugye most már hazamegyünk? Megértelek. Tudom, mit érzel. Juhé! Na, mi van már? Megint lustálkodsz? Mozgás! 40 kilométer után majd pihenhetsz! Mi van ide írva? Keresünk kutyát. Újat és használtat bányamunkára. Magas árat fizetünk érte. Ezt már szeretem. Pierre Laronde tehát bízott a szerencséjében. Vigyázz a kutyákra! Nem eshet bajuk, hallott? Hallom, persze, hogy hallom. Hallom. Ám a sors útjai kifürkészhetetlenek. Mi ez van? Otthon vagyunk, nem? Otthon vagyunk? Fogalmam sincs, hol vagyunk. Akárhol is, nem akarom megnézni. Hát, tudjátok, nem látszik túl barátságos helynek. Szerintetek kapunk enni, vagy nem? Wow. Nem hiszem, hogy számíthatunk vacsorára. Fogjátok be a szátokat! Vacsorát! Ide veled azonnal! Ehető legyen ám! Jól tudom, hogy te kutyákat árulsz. Talán. Te venni akarsz? Talán. A nevem Pici. Sok dollárt fizetek a jó kutyákért. Ó, nem mondod. De mondom. Bányamunkára kellenek, aranyat keresünk. Van kutyád? Tulajdonképpen 8 is van. Az jó sok dollár, mínusz az adó, a szállítási költség. Ne tegyük az alkút sokkal érdekesebbé. Ennél érdekesebb számomra már nem lesz. Én egy kis játékra gondoltam. Mindent egy lapra teszünk fel, dupla vagy semmi. Én nem vagyok szerencsejátékos. Egyenfene kockáztassunk, akiben az nyer, ugye? Nem értem. Mit csinál ilyen sokáig? Lefagy a mancsom, az orrom, a farkam. Kutya, hideg van itt. Én imádom ezt az időt. Az lehet, de én megfagyok. Dehogy, gyere búj hozzám, majd én felmelegítelek. Még a fogam is változog. Nekem már a nyelvem is lefagyott, szörnyen utálom az ilyen hideget. Na és te hogy bírod? Én csak egyet mondhatok. Muszáj vonítani, megsüketülök! Meddig tömi még a hasát az a lusta kapsi két lábú! Ismered a szabályt, ugye? Na, hogy ismerem, fiam! Oké, a közepébe! A pénz meg a 8 kutya a tét! Mi? Gyerünk már! Csak bemelegítettem. Mi lenne, ha emelnénk a tétet? Csak egy kicsit. Ugye fel tudsz tenni még valamit? Hát, én... Igen, felteszem a szánkót. És még? A rusja korcsomat, nagy teherbírású állat. Összesen 9 kutya, másom nincs.
Mi? Rusnyakorcs vagyok, és képes lenne eljátszani engem is, kapsi? Jól van. Dobás. Lepattan a tábláról. Ez nem igazság, csalás. Cipőfűző. Hopp, sikerült. Én győztem. De ne szomorkodj, a kutyák imádni fogják a bányamunkát. Pá, kit érdekel? Csak a szánkóm hiányzik. Én nem megyek bányába dolgozni, nem én. Megvannak, megvannak! Mindjárt megtalálom őket! Már csak meg kell találnom a kutyákat. Ez csak 8 kutya. Szóval be akarsz csapni, haver? Dehogy, 9-en voltak, kell lennie még egynek valahol egy rusnyakorcsnak. Ha azt hiszi, hogy én vagy bármely kutyatársam, egy percig is a bányában fogunk dolgozni, nagyon téved. Nem hagyjuk magunkat, az egyszer biztos... Segítség! Segítség! Jó, hogy nem vagyok a helyében. Megmentettél engem? Nem is tudom, hogy köszönjem meg. Hol az otthonod? Van otthonod, ugye? Hm? Nincs. Akkor hazajössz velem és kész. Ha megtaláltam, amit keresek. Néhány kóbor kutyát. Láttad őket? 8 kutya. Te tudod, hol vannak, ugye? Mutatod nekem az utat? Ó, kérlek, meg kell találnom őket. A Mikulás nevében könyörgök. Ha nem visszük vissza őket, nem lesz a gyerekeknek karácsony az idén. A Mikulás nevében kérlek. Biztos, hogy nem segíthetsz. Hány gyerek fog szomorkodni ebben az évben? Kutyák, merre vagytok? Örökre gyűlölni fogom magam ezért. Hát mégis segítesz, igen? Meg kell értened, szóval az a helyzet, hát igen, el kell mondanom, más szóval, tudod én... Rengeteg dolgom van. Ki vele? Hát, nagyon jól áll neked a piros szín, komolyan. Köszönöm. És egyébként az igazság, a rénszarvasok megfáztak, kiképeztünk egy-néhány kutyát, akik meglógtak, nem lesz karácsony. Elmondtam. Tényleg, nem tudom, hová tűnt az a rusnyakorcs. Az anyám éles késére esküszöm. Jól van, viszek 8-at. Hol van a kulcs? Nem érek rá, igyekez, ha lehet. Igyekszem, ahogy tudok. Na, előkerültél, te szégyentelen kis korcsa! Gyorsan, fussatok! A kutyáim! Már csak egy dolog állt kutya hőseink szabadságának útjába. Ül! Mi bajotok van? Na hát, a gazdátok vagyok! Nem fordulhattok ellenem! De igen! Most aztán elég! Valaki segítsen már!
Jó utat, főnök, majd küldj egy képes lapot. Így lett a 8 kutyából 9. Gyertek, srácok, most megmentjük a karácsonyt. Hát, ilyen az élet. Sanyarú a sors, az ember egész életében keményen dolgozik napi 24 órát. És ide jut. Fényes karrier volt, de... Mit tudok felmutatni? Semmit, semmit. Nulla vagyok, haszontalan, egy nagy nulla. Mindegy. A lényeg, hogy mindent megtettem. A lelki ismeretem tiszta. Itt az ideje. Letenni a Manó sapkát. Manó! Készen vagy? Láttad, Mikulás, ez az élet. Volt egy Manó sapkám, de már letettem. Mit értem el az életben? Gyere, Manó! A szán! Hát, tudod... Tudod, én... Hát, igen. Ez az! Ugye nem gondoltad, hogy feladom? Egy pillanat! És mehetünk? Nem tudom, hogy csináltad, de sikerült. Nagyon köszönöm. Fő a kitartás és a türelem! A 9 agyonfagyott kóborkutyából 9 erős, céltudatos, büszke állat lett. A sors tehát kegyes volt hozzájuk. Nem hittem, hogy sikerülni fog, de most már mindennek simán kell mennie. Hé, Mikulás, indulás! Ó, és a nénszarvasok, ezek? Manó? Uram? Miért vannak itt kutyák? Később megmagyarázom. Most jön a lényeg, a varázserő. Manó főnök meghintette a kutyákat varázsporral. És semmi sem történt. Manó főnök, egy kicsivel többet? Néha a kutyáknak több varázsporra van szükségük. Figyelj, hógombóc, mi folyik itt? Rénszarvasok, vagyis rénkutyák, mit akartok? Ez nem fog menni. Mit mondjak nekik? Mondd azt, hogy rajta! Egy kutya sok mindenre képes, de természeténél fogva repülni nem tud, mivel négy lábú állat inkább a földön jár. Leértek már? Még nem! Megcsináltuk! Repülünk! Nem hiszek a szememnek, srácok! Fenn vannak! Kérlek! Mégis csak sikerült. A kóborkutyák minden akadályt leküzdöttek, végül megtanultak még repülni is. Tudtam, hogy Manó főnök nem adja fel. Ezért kapja a sok pénzt. Háromszoros hurrá Manó főnöknek! Hip-hip! Hurrá! Hip-hip! Hurrá! Sosem sikerült volna Ágnes nélkül. Hip-hip! Hurrá! Ágnes Anna! Kutyahőseink büszkén szálltak az égen, hogy boldog karácsonyt hozzanak a gyermekeknek. Tél van, látod, hull a hó, száll a szánkó, ho-ho-ho. Kéménybe bújunk és csusszanunk, benn az égben szárnyalunk. 9 kutya már fenn a felhőkön jár, rénszarvasként égbe száll. Délnek tartunk, jön, menjünk bárhová,
Szálljunk hátvább New York és még tovább. Itt a tenger, oly csodás, Sydney és Moszkva, fent nincs határ. Itt az Eiffel-torony és ott a piramis, székely vakkancs, hajnali. London, aztán Tokió. Kilenc kutya már túl a szivárványon át, rénszarvasként az égbe szállt. Égbe Ez volt az első és utolsó eset, amikor kutyák helyettesítették a rénszarvasokat. Kilenc kutya hozta a gyerekeknek a karácsonyt. Hé, hey, hello, hová viszel, Mikulás? Mit csináltam? Mit követtem el? Jó kutya voltam mindig. Hé, ezt nézzétek meg, a nevem. Ajándék leszek. Gyere velem, kis kutya! Ez aztán jó élet. Viszlát, fiúk! Otthon vagyunk. Mikulás! Köszönöm! Hová megyünk most? Hová megyünk? Hová? Na, mit gondolsz, te kis buta? Hazamegyünk! Köszönök mindent, hógombóc! Ugyan, én semmit nem tettem. Most is tüzes karikán át ugrálnánk, ha nem lennél. Mi a baj, kutyus? Aggódsz a többiek miatt? Nos, mindegyikük otthonra talált. Ez biztos, ellenőriztem a listát. Legalább kétszer. Gyere velem te is. Minden kutya szerető gazdira és békés otthonra talált. Húsgombóc is tudta, hogy egyszer hazaérkezik, hogy valaki számára ő lesz a legfontosabb. Ez rosszabb, mint a bolhacsípés. Anya, mégis igazi! Boldog karácsony! Oh. Mikulás, gond van a szánoddal? Az idén már úgysem kell, fiam. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Jó éjszakát! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Történetünk ezzel véget ér. Hőseink szerető családi körben boldogan élnek, ám ez a karácsony örök emlék marad számukra. Itt az idő, gyere, induljunk már is! Aha. Új munkát kapsz, mi a baj? Szóval igyekezz, mert lemaradsz. Csak egy nagy sóhaj. Nyugi, nem lesz baj. Nem? Nem. Mert mi a fő? A türelem. A türelem? Csak a türelem. Hogyha tűvé teszel mindent, könnyedén még aranyat is lelhetsz. Merre, balra, jobbra? Igen. Ha kitartóan küzdesz? Nincs szabály. Bármit megtehetsz. Jelszavunk az elszántság. Mert mi a fő? A türelem. A türelem? A türelem. Mondd velem. A türelem? A türelem. Ne feledd, hogy fő itt a türelem. A türelem. A türelem. Ne feledd, hogy fő itt a türelem. Dolgozol éjjel és nappal. Új fáradt vagy már, de nincs szünet.
addig, amíg a munka vár rád. Soha nem lehetsz fáradt, hiszen fontos a cél. Ha elszánt éber légy, csupa jó dolgot tégy, és álmodj csodát. Holnap talán minden gondod elszáll, mindent megtalálsz. Oh, álmodj csodát. Holnap talán minden gondod elszáll, mindent megtalálsz. Ne feledd, hogy fő itt a türelem. Kilenc kutya már túl a szivárványon át, rénszalvasként az égbe szállt. Égbe szállt. Na, na, na.